Én most jöttem rá egyébként, hogy miért kapok ilyen nehezen pénzt a filmeimre. Nekem minden filmem a halálról szól, úgyhogy én nyertem. Az első filmemtől az utolsóig, ha belegondolok, igen, bár meglehetősen sokféle aspektusból mutatom be. Az elmúlt években több irodalmi mű animációs adaptációját készítettem el, és ennek kapcsán merültek bennem fel morális és esztétikai kérdések is, és annak ellenére, hogy ezeket mai napig nem tudtam tökéletesen megválaszolni magamnak, úgy gondolom, hogy az erről való elmélkedés talán tanulságos lehet mindannyiunknak. Általánosságban néhány szót az adaptációról, utána olvasva úgy láttam, hogy egyes esztéták az animációs feldolgozásokat, illetve általánosságban az adaptív műveket csak másodlagos kulturális terméknek tartják. Ezt én másképpen gondolom, mert például az irodalom és a film esetében ez utóbbinál megjelenik egy újabb dimenzió, az idő faktor, és többek között ennek is köszönhetően egyfajta médiumváltás is következik be ilyenkor. Tehát meglehetősen nagy változáson megy keresztül ilyenkor a mű, és mindenféleképpen egy újabb minőség születik. Ezért is gondolom, hogy az ilyen filmeket önmagukban kell értékelni, nem pedig az alapművel alkotott kapcsolatából épített zárt rendszeren belül, kizárva az esetleg alternatív értelmezési lehetőségeket is. Optimális esetben a feldolgozás során, később konkrét példákat is igyekszem mutatni, az alapmű integritása megmarad, és erre épülhet egy jó esetben innovatív, vagy urambocsás szerzői látásmóddal is elkészített felépítmény, jelen esetben az animációs film, újrafogalmazva már meglévő tartalmakat. Kétségtelen, hogy a megfilmesítés sokszor veszteségekkel is jár. Éppen ezért vissza kell adnunk ilyenkor a befogadónak, amit elveszünk tőle. Ugyanis azáltal, hogy készen kap ilyenkor már egy reinkarnálódott világot a néző, az ő szubjektív értelmezési lehetőségei jelentősen beszűkülnek. Például az olvasás során, az alapmű olvasása során kialakított mentális belső képek, azok ilyenkor elvesznek azáltal, hogy újjászületve látja őket. Úgyhogy nagyon fontos feladat ilyenkor, hogy azokat a kapukat, amiket ilyenkor bezárunk, újra kinyissuk, vagy újakat nyissunk helyette, azokat a kérdéseket, amiket ilyenkor megválaszolunk, pótoljuk újabb kérdésekkel, hogy a Kovásznai által is emlegetett titokteliség továbbra is megmaradjon a filmben. Pont. Talán általánosságban nem is mondanék többet. A konkrétumok szintjén szeretném demonstrálni egy pici kis filmem kapcsán, ami Örkény István egy meghasonlott Tulipán című művéből készült, Tulipán című filmmel. Annak ellenére, hogy természetesen ilyenkor az alkotói öntudat is munkál bennem, azért a tisztelői alázat, amit az alapművel és annak írójával szemben érzek, is jelen van. Ez egy ilyen kettős tudatállapot, ami egyszerre lehet bénító is, de teremtő is. Örkényről tudjuk ugye, hogy magyar abszurd nagymestere volt, úgyhogy a már meglévő abszurd motivumokat, illetve én a transzcendens motivumokat is ebbe a csoportba vettem, mert véleményem szerint a kettő közötti átfedés meglehetősen nagy. Igyekeztem még inkább kitágítani, illetve még plusz elemekkel gazdagítani ezt a munkát. Most kicsit lelövöm a poénokat ebből a filmből, a végén meg fogjuk egészben nézni, de talán így szemléletesebb, hogyha néhány konkrétumot is mutatok. Tehát a pingvin rendőr, mint olyan, vagy
az idős házaspár, akiknek a fejük helyén locsolókanna nőtt. A zárt helyiségben eleredő eső, ez többször visszatér a filmben. Az ellebegő, felszálló tárgyak, illetve élőlények. Igen, el tudok talán így fordulni, igen. Vagy éppen a porszívókezű szomszéd. Ez mind-mind olyan, amely az eredeti műben nem szerepel, de véleményem szerint szervesen bele volt illeszthető. Vagy ilyen furcsa és talán kicsit vicces módon hintaszékező idős házaspár, az álló lámpák megmagyarázhatatlan száma és funkciója. És hát a legfontosabb elem az maga a tulipán, amely felveszi esetleg más élőlények tulajdonságait, például kicsit antropomorf módon vérzik is, vagy bizonyos jelenetekben kicsit csontvázszerűen jelenik meg, mint egy csontvirág olyan a struktúrája. És igen, Irma néni, amikor bánatában fej nélkül bandukol föl a lépcsőn, kiejtve a kezéből az üres virágcserepet. Másik nagyon fontos, talán fontossági sorrendben tettem ezeket a csoportokat, igen. Tehát a második legfontosabb ilyen csoport az a szerkezeti dramaturgiai változás. Ebből is igyekeztem egy kis játékot végigvinni. Igazából ez egy viszonylag egyszerű lineáris narratíva, ami az eredeti műben van. Nem nagyon vannak elágazások, de én igyekeztem olyan kis mikromeséket, vagy Marceltől kikapok, hogyha ilyeneket mondok, de nem jut jobb szó eszembe, ilyen meta narratívákat, vagy szubnarratívákat belevinni, amelyek nem befolyásolják a fő cselekményt, de mikroszinten ugyanazt a gondolatiságot, vagy ugyanazokat a tartalmakat visszarímeltetik, mint maga a nagymű, ami az én értelmezésemben talán a halál abszurditása, a megmagyarázhatatlan dolgokkal való tehetetlenség és a hétköznapi dolgok miszticizmusa. Ja igen, ezt miért is mutattam? Ja igen, szerkezeti dramaturgiai változások, nagyon fontos, hogy de azt majd az önreflexiónál mondom, nem, akkor ugorjunk. Például a rák megjelenése, kicsit fakó ez a kép, de talán látható, a rák később vízbe fullad a film végén, ez sincs az eredeti műben benne, és akkor most érkeztünk az általam legfontosabbnak gondolt önreflexív jelleghez. Nálam a szerzőiség meg az önreflexivitás az kézenfogva jár, ami kicsit fából vaskarika, hogyha animációról beszélünk, mert talán eleve az animáció eleve önreflexív, tehát nem is tudna más lenni, de én azért nem adom föl azt a reménytelnek látszó küzdelmet, hogy én még gyömöszöljek bele ilyen jeleket. Az önreflexív jelleg ennél a filmnél majd avatott szemek észre fogják venni, hogy rendkívül kevés fázissal dolgoztam. Tehát például igen, azért is mutattam az előbb ugyanezt, mert az a madár az állandóan meghal és feltámad, én ezt két fázisból megoldottam, illetve nem is akartam tökéletes mozgásillúziót teremteni. Aki ismer, az tudja, hogy nekem talán a képzőművészethez mai napig több közöm van, mint a filmhez, és ebből a fogyatékosságból igyekszem erényt kovácsolni. Tehát a filmek grafikus jellegét azért igyekszem megtartani. És ezt szolgálja például az is, hogy viszonylag kevés fázissal dolgoztam ebben a filmben. Sokkal ropogósabb maga az animáció, és kevésbé alakul ki mozgásillúzió, de ebben is tudatosítom állandóan a nézőben, hogy egy rajzolt képet lát. Illetve közben a Feri előadása közben az jutott eszembe, hogy én olyan háttéranimációt csinálok, amiben nincsen háttér gyakorlatilag, mert itt is külön van megrajzolva minden egyes kocka, tehát nincsenek léjerek, de én igazából nem szoktam háttereket használni, és ez is a kicsit ezt a Brechti elidegenítő
távolságtartó hangvételt szolgálja, tehát hogy művi marad mindvégig. Nem akarom minden áron, hogy berántsa a nézőt magával a film. Inkább egy ilyen hűvös, távolságtartó, gondolkodtató munkát szeretnék készíteni. Az önreflexív jelleg megjelenik, mi korábban inkább ilyen tartalmi reflexiókról beszéltem, itt már formairól van szó, tehát megjelenik benne például a televízió készülék, ami a filmnek az egyik legfontosabb médiuma. Nem igazán tudni, hogy önmaga történetét látja ebben a televízió készülékben a házaspár, vagy ez egy tőle független dolog. Ennek a lebegtetése is szándékos. És a legutolsó dia, ez egy ilyen pici játék volt részemről, amikor is megjelenik a vége főcím legelső snittje, akkor a két már képen lévő szereplő elcsodálkozva néz rá a betűkre, mintha ez az ő világukban jelenne meg, tehát kicsit ki tekintenek a film világából, diegéziséből, bocsánat, és ezáltal is az volt a célom, hogy az ő meg a mi világunk közötti határ kicsit felszakadjon. És azt hiszem, hogy ennyi volt, talán még mielőtt megnéznénk a filmet, és megköszönném az eddigi figyelmet, valami fajta konklúziót várnának el tőlem, amit le is írtam, csak közben elfelejtettem. Igen. Pedig egyszerű. Nem tartom, és hangsúlyozom, ez az én szubjektív véleményem, nem tartom igazán előremutatónak a pusztán illusztratív módon való megközelítést. Mindenféleképpen kell, hogy valami személyest tartalmazzanak ezek az adaptív művek, és még nem volt olyan előadás, amiben ne próbáltam volna belepasszírozni valamilyen ürüggyel az egyik kedvenc mondásomat, amit Paul Klee mondott, úgyhogy kicsit átírva az ő gondolatait, azt mondanám, hogy az adaptív művek jó esetben nem a már érzékelhetőt adják vissza, hanem még inkább érzékelhetővé teszik az alapművet. Úgyhogy köszönöm, 3,5 perc a film. Ki hitte volna? Soha se panaszkodott, jó egészségnek örvendett. Hagymájaim már 7. éve hajtott virágot a nyugdíjas tanító ég ablakában. Épp teljes virágzásban volt. Előző este még jó beporozta a bibéjét, utána békésen átaludta az éjszakát. És reggel 5-kor a virágok koránkelők. A 4. emeleti ablakból levetette magát az utcára. A rendőrség először abból a föltevésből indult ki, hogy valaki gyilkos szándékkal letaszította. Kihallgatták a tanítóikat, akik tagadták a vádat. Sőt, mondták, ők öntözték, szerették és keservesen megsiratták virágjukat. Az alattuk lakó alezredes megerősítette vallomásukat. Néhány nap múlva megszüntették a nyomozást. Az öngyilkos tulipán bíborvörös színű volt, zárkózott természetű. A környékbeliek szerint csak magának élt, csalódás, megrázkódtatás tehát nem érhette. Miért akart hát megválni az élet? Ez csak 1 hét múlva derült ki, amikor az alezredesné nagy takarítást csinált, és az erkélyükön megtalálta a tulipán búcsú levelét. Fölvitte a 4. emeletre, ahol a tanító fölolvasta a kuszabetűkkel rót sorokat. Mikor a levelet olvasni tetszik, már nem leszek az élők sorában. Tanító úr, kedves Irma néni, bocsássanak meg! Nincs más választásom. Nem akarok tovább tulipán lenni. Hát mi akart volna lenni szegényke? Kérdezte Irma néni. Azt nem írta meg, mondta a nyugdíjas tanító. Tulipán, csóválta a fejét Irma néni.
Ilyet még nem is hallottam. Thank you.